Vonatainkon rendkívül fontos az utaskomfort szempontjából a fűtés, ezért azt már a hideg idő beállta előtt a téli felkészülés részeként ellenőrzi a műszaki személyzet. Amikor a hőmérséklet az előírt érték alá csökken, akkor a diszpécser elrendeli az utastérfűtés bekapcsolását. Diszpécser közlekedő vonatok járművezetőinek külső hőmérséklet alapján egyes fűtés elrendelve, belicai vétel. A híveken 3 fokozatban kapcsolható az utastérfűtés. Egyes fokozatban a fűtőtestek egy része, kettes fokozatban a fűtőtestek másik része, hármas fokozatban az összes fűtőtest működik teljes kapacitáson, azonban járműtípusonként különböző, hogy a bekapcsolandó fűtőtestek hol helyezkednek el. A H7-es vonalon jellemző M9A típus esetén a fűtőtestek középen, az egymásnak hátat fordító páhaülések között helyezkednek el, és általában teljes kapacitáson működnek folyamatosan, mivel ezeken a nagyon öreg járműveken a fűtés viszonylag alacsony hatásfokú. A fázosabb utasok igyekezzenek a kocsi közepén elhelyezkedni. A H6-os vonalon jellemző M10 típus fűtése nagyon erős és nehezen szabályozható. Mivel a fűtőszál nem osztott, így a kocsi közepén található néhány ülés nagyon felmelegszik már egyes fokozatban is, és ha a kinti hőmérséklet 10 fok körüli, vagy a kocsiban sokan vannak, akkor sajnos a kocsi kellemetlenül túl is melegedhet, különösen a középső részen. Egy biztos, a H6-on sosem fázunk. A H8, H9 és H5-ös héven jellemző M10A típus ülései alatt elosztva helyezkednek el a fűtőszálak. Emiatt a kocsikban több viszonylag egyenletesen melegedő terület található, azonban itt különösen igaz, hogy 0 fok feletti hőmérséklet esetén a kocsi fűtése akkor érzékelhető, ha sikerül fűtőt ülésre ülni. Hidegre érzékenyebb utasainknak a képen látható ülőhelyeket javasoljuk. Fűtési időszakban végállomásokon és megállókban, ahol a jármű 3 percnél tovább várakozik, a járművezetők az utastérajtókat visszazárják és légtelenítik. Kedves utasaink! Az ajtókat a vonat fűtése miatt bezárjuk. A bezárás után kézzel nyithatóak lesznek. Kérem, hogy az ajtóknál vigyázzanak. Amikor a járművezető nincs benne a fülkében, akkor a fűtés nem működik a jármű védelme érdekében, és az utastér lehűlhet, ha az ajtókat nem zárjuk be. Így a bemelegedett utastér nem hűl ki, és az utasok az ajtókat kézzel tudják nyitni, illetve zárni. Téli időszakban már a jármű kiadás előtt egy órával előfűtjük a szerelvényeinket, ezáltal az utasok már a telepállomástól megfelelő hőmérsékletben utazhatnak. Jó utat kívánunk!